Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy lehetek. Én Márton Zoltán vagyok, a Tűzisvár Képző és Kutatóintézetben munkatársa vagyok, szociális szakember, szociológus, szociálpolitikus. 25 éve dolgozom a társadalmi felzárkózás területén, ebben sok minden belefért. És ez a Tűzisvár Képző és Kutatóintézet ma Magyarországon a társadalmi felzárkózásnak a központi intézményrendszer, az egész országot behálozza. És igazából minden olyan programot, ami a hátrányos helyzettel, a leszakadó területi, a szociális rétegeknek a felzárkózásával foglalkozik, azt ez a központ irányítja, főleg EU-s programokból, hiszen most olyan időket élünk, hogy erre a területre kevés belföldi adóforint kerül, igazából teljes mértékben azt kell, hogy mondjam, hogy finanszírozáson van ez az ágazat. Erről is beszélünk már esetleg egy pár szót. A kollégám Angyal Márton, szintén szociálpolitikus, szociális munkás, ő is társadalmi felzárkózás programon dolgozik. Egy támogatós programnak volt az elmúlt években vezetője, és most egy olyan projekten dolgozunk, ami miatt számára is hasznos, hogy itt lehet. És ha még van rám oda, akkor még pár szót még a Katalinnal látunk, hogyha nem siet annyira az előadás után. A mai alkalommal ugye úgy beszéltük meg időkóval Katalinnal, hogy összeházat egy küvé, ez a program, egy házasság, hiszen a helyi esőségi programok, amiket 2013-ban megalkottuk, azokhoz évente egyszer egy ilyen HEP fórumot kell tartani, ahol megbeszélik a településen élők a HEP fórumnak az előrehaladását. Mellesleg meg ugye a Forróháznak is van egy olyan programsorolata, amiben ez a társadalmi felzárkózás, integráció beleillik, és akkor úgy döntöttek a házigazdák, hogy megpróbálják ezt összegyújítani. Én annyival alkalmazkodok ehhez a szituációhoz, hogy megpróbálok egészen populárisan fogalmazni, hiszen vannak olyanok, akik érdeklődő, nem fejlődő szakemberek, ezért mellőzöm a mélyebb szakmai diagnózisokat. És remélem, hogyha ez sikerült, de ha valami probléma van, kérdés, akkor szóljanak akár közben is. A helyi esőségi program egy lokális intézkedés, 5 éves terv. 2013-tól 18-ig tűzte ki a településen a társadalmi felzárkózás esőségi célcsoportokban azt, hogy milyen intézkedésekkel próbálnak A és A-ból B-pontba eljutni. Ugye én a Közép-Dunántúli régióban felügyeltem ennek a programnak a megalkotását, ez 401 település. Így nyilván régiós szinten van egy rálátásom, és igazából ezt szerettem volna elhozni, hogy önök nyilván profik abban, hogy mi van Nyaracson, azt én nem tudom a statisztika alapján ugyanolyan szemmel nézni, viszont rendelkezek egy olyan perspektívával, amit meg valószínűleg önök látnak kevésbé. Én ezzel szeretném önöket felvértezni, és amennyiben lehetőség van, akkor megismerni a helyi árnyalatait ennek a dolognak. Ettől függetlenül egyfajta helikopter szemlélettel úgy gondolom, hogy fölemelkedünk 93 000 km-re, aztán szűkülünk a régióra, a megyére, és majd aztán mégis Barassa is megérkezünk. És véleményem szerint azt fogjuk megállapítani, hogy olyan ez az egész, mint egy Lego, az ország problémái, amit majd látunk, azok teljes mértékben megegyeznek, vagy nagyon hasonlítanak egy 3500 lelkes település problémáihoz, mint egy kis építőkő jön össze a nagy egész a kis részekből, hiszen úgy gondolom, ahogy látjuk majd a fő csapásirányokat, hogy a Baracsi helyi esési programban azok a diagnózisok, amiket 13-ban felállítottak, és azok a terápiák, amiket megpróbáltak hozzárendelni, teljes mértékben illeszkednek azokhoz a trendekhez, amiket meg fognak látni. Jó lesz így? Időkeretek, ez fontos. Megpróbáljuk ezt egy óra alatt megbeszélni, és utána pedig, akinek van kedve, az, én nagyon kíváncsi vagyok minden véleményre, akár az adással kapcsolatban, vagy akár abban kapcsolatban felmerülő kérdésre, akkor még szállnánk egy ilyen 20 percet, ahol kérdezhetünk meg ilyesmit. Így jó? Esetleg mondta valaki, hogy magának kell a sörítelés előtt hazaérnie, vagy? Nekem? Igen. Jó. Hát nem tudom. Befolyásolja a naplementét, de most fél hatkor sörítődik, ugye ezt szóval előtte befejezik.
2015-ös az a térkép, de hát 12-ben nagyjából a helyi esélyes programokkal megelőző évben tért át Magyarország ismét a járásjátrendre. Ezt önök is átérték valamilyen szinten, ezt a járásjátrendest. Igazából ez egy korábbi struktúrának az újratöltése, hiszen 82-ben szűnt meg az a járási rendszer, ami végül is újjáélet most 13-ban. Ugye a kistérségi rendszert váltotta ezt fel, ugye a rendszeres követően kistérségi rendszerrel ment az ország ugye 23 évig, ami egyébként számában is és majdnem területében is megegyezik a mostani járásrendszerrel, hiszen 175 kistérség volt, és 23 a pesti kerületre, ugye 193, és ugyanennyi lett a 198, és ugyanennyi lett a járások is, tehát 175 járás és a 23 a pesti kerület, tehát megegyezik ez a struktúra. Apró pici módosulások voltak, meg hát legutóbb 2014. január 1-ig is volt járási átalakulás, pont a mi megyénket érintette, hiszen a polgári járás megszűnt Fehér megyének. Igazából látják, hogy behálózza ez a Magyarország közigazgatási egységei. A célja ugyanaz volt, mint régen a vármegyék megalapítása, vagy a járások megalapítása, hogy bizonyos állami feladatokat, közösségi feladatokat területileg azonos egységekben lehessen megszervezni. Azt azonban látjuk, hogy bármennyire is szerettük volna ezt lakosság arányosan, földrajzilag azonos legodorabb pázadalokra szabdalni, ez nem jelenti azt, hogy ezekben a járásokban közteherviselés van a probléma tekintetében, vagy a javak tekintetében. Hogy mennyire nem, azt mindjárt meg is nézzük. Ugye, a szociológusok számára egy nagyon-nagyon nagy mérföldkő a cenzus, vagy más néven népszámlálás, hiszen az a népszámlálás nem közvélemény kutatás, nem az a metodiká, hogy megkérdeznek 1000 embert, akik egyébként reprezentálják a magyar lakosság összetételét, és abban a fölbecsüljük a problémákat az egész országra, hanem ez egy konkrét olyan vizsgálat, ahol a teljes magyar fennkül lakosság meg van kérdezve, tehát a minta megegyezik Magyarország fennkül lakosságával, ez már nem egy becslés, hanem egy pontos mérés, ezért szokott mérföldkőként szolgálni a társadalmi folyamatoknál. Ez a 11-es cenzusból vett adat azt mutatja meg, hogy 100 háztartásra hány kereső tevékenységet folytató foglalkozott jut. A piros részek azok, ahol ez eléri a 160 főt, 100 családra 160 kereső jut. A legalacsonyabb, legsődítettébb részeken pedig ez 50 fő alá csökkent, tehát a 100 háztartásnak csak 50 fő, aki arra jut, aki kereső tevékenys volt. Ugye a kereső tevékenység azt jelenti, hogy valamilyen bevételt szerez a háztartás részére, amelyen megalapozza a háztartásnak az életét, önmenedzselési képességét, öngondoskodási képességét. Minél több ilyen kereső vagy háztartásban, annál kisebb a valószínűsége, hogy ő külső segítségre szorul. Azt láthatjuk, hogy hiába van 198 egységre volt a Magyarország, ez a lehetőség nem egységesen Magyarország az országban, hiszen egy jól meghatározott részen, Közép-Magyarország, Észak-Nyugat-Magyarországon, ez az öngondoskodási képesség megvalósul, tehát a háztartásokban megtermelődik az a bevétel, ami az öngondoskodást megalapozza. Őnek van perspektíva, vannak jövőképeik, van egy mozgásterük az életük szerzésében, de Magyarország kétharmadát érintő területen ez az öngondoskodás sérül, és erőforrás szűkösség miatt sérül, mert nem tudnak a háztartások annyi bevételt megtermelni az önmen munkaerőknek az árulbocsátásával, ami elegendő lenne a perspektívához, az öngondoskodáshoz. Miért van ez? Tehát itt az emberek okosabbak, vagy szorgalmasabbak, itt meg ez egy ilyen lustaság, vagy egyfajta ilyen genetikai lerombottság, vagy valami nem törődömség. Gondolták, hogy nem erről van szó. Ez arról szól, ugye itt ez még jól megerősíti ezt a dolgot, mert ez már 2014-es adat, a Nemzeti Adó
hatóságnak a adataira támaszkodva, láthatjuk, hogy mennyi személyi jövedelem adó jut a bizonyos részekre. A kötes részeken magasabb az SZIA, mert hogy annak magasabb az SZIA, aki többet keres, ugye ez érthető. Tehát nyilván ott keletkezik több SZIA, ahol több jövedelem keletkezett. Itt is látszik, hogy jövedelem mennyire koncentrálódik a közép-magyarországi területeken, és mennyire hiányolunk jövedelemnek a északon föl, Észak-Kelet-Magyarország és a Dél-Dunántúli részeken. Tehát látjuk, hogy tényleg az a helyzet, hogy ahol nincsen a háztartásban kenyérkereső, ott kevesebb a bevétel, de az a probléma, ahol van kenyérkereső, ott is kevesebb a fizetése egy Szabolcs-Szatmár-Berek megyében élő embernek, mint a Észak-Nyugat-Magyarországi részeken. Azt is tudják nagyjából, hogy még azonos munkaerőpiaci szegmensben is bérkülönbségek vannak. Most mondok egy példát, Lidli áruház, vagy Aldi áruház. 30%-kal többet keres egy Aldi eladó a Budapesten végzi ezt a munkát, vagy mint hogyha Szekszárdon vagy Mohácson csinálna ezt. Ugyanaz a cég, ugyanaz a tevékenység, de itt érdekes, onnan többet fizetnek érte. Nyilván ez a munkaerő kínálata keresetek össze. És van Magyarországon egy komplett megye, Szabolcs-Szatmár-Berek megye, ahol az a teljes lakosság átlagbére alacsonyabb, mint az országos átlag, ilyen se sok van. De visszatérve arra, hogy ez most az embereknek a személyes tulajdonságaival függ össze, vagy egy őket sújtó külső körülménnyel, ez az ábra azt bizonyítja, hogy ez önmer egy elszenvedett külső körülménye a magyar családoknak, hiszen látjuk, hogy a munka lehetőségek, tehát a munkanélküliségi arányok nagyjából megegyeznek az előbb látott mintázattal. Ugye 5% alatti a munkanélküliség Közép-Magyarország, Észak-Nyugat-Dunántúl, Balaton térségében, és 40%-ot megközelíti a munkanélküliség ezeken a részeken. Ugye úgy mondja a szakma az 5% alatti munkanélküliséget, vagy az organikus munkanélküliség, tehát nem lehet nulla munkanélküliség, mert 100-ból mindig van 4-5 olyan ember, akinek nem kell dolgoznia. Mert ugye munkanélkül nagyon jól meg lehet élni, egy dolog nehezebb, jövedelem nélkül megélni. És ugye nagyon sok ember van, akinek van úgy jövedelme is, hogy nem kell prostituálódnia a munkaerőpiacon, tehát nem kell hárombocsátani a bizonyos testrészeit, például az agyát, vagy a kezét, vagy a lábát. Mert mondjuk van tőkejövedelme, vagy van valami ingatlanjövedelme, és akkor ebből megszerzi a szükséges bevételeket. Tehát ezt hívjuk organikus munkanélküliségnek. Magyarul ezeken a részeken nincs munkanélküliség, sőt ezeken a részeken megjelent a strukturális munkaerőhiány, hogy bizonyos vállalkozások nem tudják elindítani az újabb beruházásaikat, mert nincs munkaerő a környéken. Konkrétan mondok egy példát, ugye az ajkai kis térségben, ajkai járásban vettem részt egy olyan munkába, hogy egy gyáregység akart 25 fővel bővíteni, meg volt rá mindenféle pénze, gépei, engedélye, piaca, hogy a tevékenységet ott vezesse és eladja, viszont nem tudott 25 ember betoborozni a környékből, egy munkaerőkölcsönő céget kért meg, és végül is ez a munkaerőkölcsönő cég 1840 embert kellett, hogy megforgasson, hogy megtalálja azt a 25 embert, aki egy operátor munkakörbe, de mégis magasabb értékű gépek mellé oda lehet tenni dolgot. Tehát egyrészt a probléma az, hogy már nincsen munkaerő, a másik probléma, amit jelez az 1840 és 25 közötti arány, hogy aki meg van és dolgozni szeretne, azt viszont nem lehet beállítani még a legegyszerűbb munkafázisban sem, mert olyan súlyos kompetencia hiányai vannak. Alapvető kulcskompetenciái, szociális, nyelvi, kommunikációs, matematikai, logikai, akármilyen módon, mind a 9 kulcskompetenciát le ki lehet mutatni, és ezek mérésekkel alapozták meg, hogy nem lehet oda fölvenni. És látják, ugyanúgy jutunk vissza, hogy ezeken az ember területen élő honfitársaink egy objektív körülmények miatt nem tudják a 100 háztartásra a 100 keresőt előállítani, mert nincs meg az a feltétel, hogy ezt ők meg tudják tenni. Mi a megoldása ennek a dolgoknak? Mit lehet ebben kezdeni, hogy ez dobta a gép? Oszdon, Barcikánban, Göncön,
hanem beletörődik, és ott elkempingezik, és lát, és együtt él a perspektívátlansággal. Önök mit tennének azért még? Ezen kívül mi van, hogy ezt beletörődünk? Valahol meg költözön el. Oda költözön, ahol van munka. Igen, tehát professzionális választ hallottunk. Igen, ez a teljesen józan magatartás, hiszen nincsen más az ő perspektívájából. Azt szoktuk mondani, hogy törődjél bele, amit nem tudsz változtatni, fogadd el, amit nem tudsz változtatni, és mindent tegyél meg, hogy változtass azon, amit tudsz változtatni. Ő azon nem tud változtatni, hogy 40%-os a munkanélküliség, és nincsen munka. Egy valamit tud változtatni, hogy ő ne legyen ott. Ez rajta múlik. És nagyon hamar lehet mutázni, ez nem kell ahhoz szociológusnak lenni, hogy az emberek tudják, hogy Győrben magasak a fizetések. Nem kell ahhoz társadalmányokkal foglalkozni, hogy tudják, hogy a Balaton parton mégiscsak több munka adódik, mondjuk szezonálisan több munka adódik. És látjuk, hogy melyek azok a megyék. Ugye igazából 5 megye van, aki jelenleg prosperál Magyarországon. Itt az említett 4% alatti munkanélküliség van. Valóban, ahogy a hölgy mondta, ezek célponttá válnak, de még mielőtt rátérünk erre, az állam persze próbál utána menni ennek, amíg még volt rendszer szociális segély, ugye ez megszűnt 2015 márciusában, de amíg volt, látták, hogy a segélyezés jövedelempótlás mintázata, az teljesen kénytelen módon leképezi azt, hogy holna nincsen munka. Megy a munkanélküliség után, hogy nincs munkaerődelem. Valahonnan, mint mondtam, munkanélkül lehet élni, jövedelem nélkül nehéz. Ugye ezt a jövedelmet meg kell élni, adni az embereknek. Látszik, hogy a jövedelempótlás teljes mértékben odafolyik, ahol nincsen munka. De mi tudjuk, ez nem elegendő, meg ez sem perspektíva. Azonban a migrációnak, amit említettem, ezt migrációnak hívjuk. Most ez egy ilyen divatfogalom lett, a migránsok, meg migráció. Régen van, volt az ilyen terhelt fogalom, munkamigráció jelenség, egy kutatási terület. Magyarországon két irányú munkamigráció van, egyik a határokon túli munkamigráció, tehát nem úgy várt lakóhelyet, hogy elmegy a munka után, hanem elmegy másik országban. Mert tudja, hogy többet lehet keresni Győrbe, de nem az érdekli, hogy 80 ezer helyet 100-szor keressen, őt az érdekli, hogy 80 ezer helyet 1000 eurót keressen. Mert azt tudja átszámolva, hogy az 300 ezer forint, és azt tudja, hogy kimatakozza, hogy ez még valószínűleg jó lesz neki. Láthatjuk azt, hogy azt mondják sokan, hogy ez a munkamigráció önzőség, hogy ők csak magukkal törődnek, hogy ők lemondanak a családjukról, meg leszhagyják a hazájukat, úgymond, ők kihagynak csapot papot, és elmennek. Látjuk, hogy ez nem igaz. Azért, mert ugye, ahogy nőtt a külföldi munkamigráció, úgy nő a hazautalt jövedelmek, a külföldi munkavállaló embereknek. Tehát ők megkeresik a pénzt, felhasználják, amire szükségük van, és mit csinálnak a feleslegből, vagy lehet, hogy nem is felesleg, hanem akár az szükséges tartásukról, akár rövásárra is, hazautalnak pénzt. Tehát ők felelősségtudatból mennek el, mert nekik felelősségük van, felelnek emberekért, időszülőkért, gyerekekért, más dolgokért, és ezt a felelősséget visszatükrözik a számok, hogy folyamatosan nő, most már a GDP-nek a 4%-át éri el a külföldön hazautalt jövedelmeknek a mennyisége. Tehát láttuk, hogy mekkora probléma az alacsony bér, az emberek próbálnak barkácsolni, kompenzálni. Azonban a Magyar Tudományos Akadémia szerint nem a külföldi munkamigrációval van a probléma. Mert két okból sem probléma ez. Ugye 500 ezer ember ugye elment, de nem lesz butábot, nyelvet tanul, meg munkatapasztalatot szerez, meg ráadásul segít az itthoni családtagokon. Magyarország szempontjával a sorsdöntő trauma az a belföldi munkamigráció, amiről kevesebb szó is esik. Ugye 40 ezer ember megy el évente külföldre. Tudjuk a tavaly őszi publikált kutatásokból, hogy a mai középiskolás fiataloknak a kétharmada eleve külföldre készül. 67%-a úgy nyilatkozott, hogy ő eleve érettségi után, ő a munkát nem itthon akar kezdeni. Tehát csak annyit arról, hogy milyen utánpótlása van még ennek az évi 40 ezer
főnök, hogyha 16 éves korosztály így gondolkodik. Évente 200 ezeren váltanak lakhelyet Magyarországon, lakcímet. Ebből a tudások szerint 80 ezer az, aki úgy vált lakóhelyet, hogy munkát vállal a saját megyén kívül. Tehát nagyon munkamigrációt visz végbe. Ennek látjuk az irányát, hogy a kékek azok, ahol óriási a mértékű a kiáramlása az aktív korosztálynak, és a pirosabb részek azok, ahol óriási a munkaerő bevándorló többlet. Tehát látjuk, hogy az emberek józan észre, józan megfontolásból, saját felelősségük tudatában mennek a munka után. Országokat váltanak, illetve Magyarországon pedig lakóhelyet váltanak. Mit gondolják, hogy miért gondolják ezt az olyan tudományos akadémia óriási problémának? Mi ezzel a gond? Mi lehet ezzel a gond? Felborul az ország. Igen, az a probléma vele, hogy ez kétszer akkora ütemben folyik, mint a külföldi munkamigráció, és az előrejelzések alapján ugye 5 megye haszonélvezője ennek a munkamigrációnak. Ők marha jól érzik magukat ezzel, mert munkaerő hiány fotónak. Ők a Magyarországon 1981 óta fennálló népességfogyást, köszönjük szépen, hofitársainkkal pótolják. Ők ezt elfogyasztják ezt. Ráadásul kik mennek, kik munkamigrálnak? A kezdeményező készségűek, a rugalmasabbak, az innovatívabbak, a versenyképesebbek, akinek van valamilyen szakképzettsége, meg van valamilyen önbizalma, mindenképpen hamarabb lehet beállítani az ilyen embereket, mint hogy csak oda kéne menni és kirángatni a kocsmát, hogy erre dolgozni. Magyarul ezekről a részekről az életképes, még perspektívával ennek az emberek elmennek ezekre a részekre. Ezek megköszönik, és megköszönik, hogy ott hozzájárulnak a javak előállításához, de ez olyan tempó, hogy vannak olyan járások, ahol a demográfiai becslései alapján 50%-kal csökken a következő 20 évben a lakosság. Tehát arról van szó, hogy evakuáljuk Magyarországnak azokat a részeit, akik egyébként is problémákkal küzdenek, hiszen pont az indítéka, az a motivuma annak, hogy onnan elmennek. Na, de ez Magyarország kétharmada, 19 megyéből 14 megye. Milyen jövőkép az, hogy a 93 000 nézekéten is sok nekünk, és akkor mindenki, hogy itt akar lakni, itt meg majd rezervátumok lesznek, vagy nem tudom, vagy ennél még rosszabb helyzet van, mert ebben a publikációban, a demográfia 2015-ben, az is le van írva, hogy nem áll meg a költözési lánc ott, hogy ezekről a helyekről elmegy a lakosság fele. Ez nem a végeredmény. Ugye Iváncsán jártunk, nem olyan régen, ugye ez nincs olyan messze minden. Ott is magunktól is láttuk, hogy mentünk, a településen jöttünk-mentünk, volt még egy csütörtök, minden negyedik, ötödik ház eladó volt. Ezt a fórumon az emberek visszaerősítették, hogy nagyon sok az eladóház. Ha sok az eladóház, ugye azt jelenti, hogy túl kínálat van ebből a termékből. A túl kínálat, az milyen hatással van az árra? Lenyomja az árat, így van. Az azt mondja, hogyha a vevő van abban a helyzetben, hogy átmegyek a szomszéd, még gyanú távolságra meg tudom tenni a következő ajánlatomat, akkor a vevő abban a helyzetben, hogy szorítja lefele az árakat, és igazából csak az adja el a lakást utána már, akinek nagyon szüksége van a pénzre. De folyamatosan mennek le az árak, ott már 4 millióért lehet venni családi házat. De mondok ennél durvább példát is, a Sejéri járásban, Magyarország legrosszabb helyzetű járásában, a legalja.hu, ott ugye, ez rávott, nem a Dárva Nemzeti Park, nem arról van szó, hogy ez valami téglagyár, vagy valami parkterület. Nem, Nemzeti Park, igazából egy verebet nem lehet lelőni, mert minden védve van, csodálatos rész, hát aki ott járkál, az megérti, hogy a honfoglalók miért ide jöttek, tehát ez egy csodálatos rész a bolygónak. Mégis 1 millió forintért lehet venni családi házat, Felsőszent Márton, Martinci, egy ilyen horvát-magyar falu, minden harmadik ház eladó, és igazából
az építőanyag, ami be van építve abban a házba, az többbe kerül, mint amilyen, tehát nem telekával lehet házat venni, hanem az építőanyag két harmadáért meg lehet venni a házat, mert már oda jutott az a helyzet, hogy eladhatatlaná váltak, mert nem veszi meg senki. De végül is ez nem igaz, mert megveszik. Megveszik azok a magyar háztartások, akinek egyetlen egy szempont van az életében, az olcsó lakhatás. Őneki már nem szempont, hogy van ott munka, mert úgyse fog dolgozni. Őneki nem szempont az, hogy lehet a szolgáltatásokat megvásárolni, mert úgyse fog ilyet vásárolni. Neki a legérzékenyebb szempont, hogy hajléktalan vagyok, vagy lakok valahol. Ezek zömmel roma családok egyébként. A munkaerőpiacra nem tudnak integrálni. Ennek is több oka van, mondjuk, akik már a képzési szakaszban úgy vettek részt, hogy nem tudnak beintegrálódni. Viszont nekik a lakást meg kell oldani. Ezért a költözési láncok végén az történik, hogy az ingatlanok leesnek, és megveszik alacsony szociális státuszú emberek ezeket a lakásokat. Magyarul mi történik? Elmennek erről ezekről a versenyképes emberek, de nem áll meg itt a vége. A helyükre mennek a legrosszabb helyzetű emberek, hiszen köszönhetően annak, hogy ott hagyták ezeket a házakat, van üres ház, és köszönhetően, hogy a szömeges megy le az ingatlanára. De segít ez a település jövőképében, az a 10-15 család a faluban? Nem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy csak konzerváló anyag lesz ott, hiszen megnő az esélye az iskolában, a gyerekeik csak növelik a lemaradott gyerekek arányát, még jobban megnehezítik az ottani oktatási körülményeket, és igazából a státusz átörökítésnek az esélyét növelik. Tehát három motorja van ennek a problémának, a külföldi munkamigráció, 40 ezer per év, a belföldi munkamigráció 80 ezer per év, és a helyére beáram jelenleg olyan 20 ezer per éves költözési láncok, amikor a hátrányosságú rétegek elfoglalják ezeket a leértékelődött lakásokat. Értik ezt a három folyamatot? Ez párhuzamos folyamat. És van egy negyedik, a demográfiai krízis, hogy Magyarország 45 ezer emberrel fogy minden évben. Ez abból jön ki, hogy 45 ezer emberrel kevesebb gyerek születik, mint ahányan meghalnak abban az évben. Ugye most egyszerűbb, Baracsony ez úgy néz ki, hogy születik 32 gyerek, meghalnak 35-en. Itt nem olyan drasztikus, minden évben fogynak önök is, de 3-4-5 fővel. Ez nem probléma, 10 év alatt mondjuk 50 vagy 100. Ez még a település szempontjából nem gond, de ez is egy kis legó darabka, hát itt 5000, de 5 darab, de hát van 3200 település, hogyha mindenhol 5 darab, az is abban szerintem már 15000. De nem 15000 fogyunk, hanem 40 és 45000. Egy pápanagyságú városnyival van minden évben különböző. És ez 1981 óta tart. Tehát most már 35 éve tart folyamatosan, megszakítás nélkül. Itt lehet még szemletesebben látni a bevándorlási többlettel rendelkező részeket, és a bevándorlási deficittel rendelkező fehérebb részek a sötétebb részek a legdeficitesebbek. Innen menekülnek, menekülnek az emberek ezekről a részekről. Érthető. De az menekül, aki megteheti ezt, akinek még maradt ilyen mozgástere. Az állam megint megpróbálja ezt leképezni. Most olyan időket írunk, hogy nem állami transzferekkel, hanem mesterséges munkahelyekkel. Ezt így a közmunkában. Látjuk, hogy a közmunka kénytelen oda célozódni, ahol a legsúlyosabb probléma. Tehát ugye a legmagasabb arányú közmunkák, ugye a 90% fölötti részek, a közmunkának ezek a legnagyobb arányban ide telepítenek, de nem hoznak megoldást, hiszen szintén a Magyar Tudományos Akadémia publikálta, hogy a közmunkának az elsődleges munkaerőpiacról kapcsolata 5% alatti, ami nálunk azt jelenti, hogy hiba határon belüli. Tehát mondjuk esetleges az összefüggés azzal, hogy valaki a közmunkának köszönhetően kerül vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Ugye az érvanyag az a közmunka mellett, hogy ott munkatapasztalatot szerez az ember, ugye a lustaság ellen, a tunyaság ellen van. Ugye van egy ilyen magyar fogalom, hogy a segély munka ellenösztönző hatását küszöböljük ki a közmunkával. Ugye azt ugye szintén kutatott társakban bizonyítják, hogy nincs ilyen összefüggés a segéllyel, mert
akik segélyt kapnak, azok ugyanúgy megpróbálnak állásokat keresni, az állásintegyük száma nem csökken attól, hogy valaki támogatást kap, a megélhetése javul. De most gondoljunk el abban, hogyha valaki tényleg egész évben közmunka lenne fogva, akkor hogy keresse állást, mikor dolgozik? Ez is egy kicsit nehéz dolog. Hát ott van 8-tól 4-ig, és akkor utána viszont ő végezze el 4-től 8-ig a pályázatbeadásokat, meg a interjújárásokat, meg azt a fajta erőbedobást, hogy ő elhelyezkedjen. Nem így működik a dolog. Látjuk azt is, hogy a KSH számaiból, hogyha összerakjuk a kettőt, tehát hogyha 488 ezer munkanélküli volt ugye 2000 januárjában, amikor még csak 33 ezer közmunkás volt, most, hogyha összeadjuk 2015. szeptemberét, ez a szám ugyanakkora, mint az. Tehát nem csökkent semmilyen sem a munkanélküliek száma, csak ebből a munkanélküliből ennyi közmunkás volt. Aki ugyanúgy munkanélküli, mert ugye FHT-n van, csak be van iskolázva 2-3 egy hónap ugye közmunkára. De egyébként a státusz az inaktív, tehát azért került a közmunkába, mert munkanélküli. Ugyanis FHT-ból csak úgy kaphatja meg ezt a ellátást, hogyha felveszi a közmunkát. Ugye most már úgyis meg lehet, hogy nem lesz közmunkás, csak 30 napon önkéntes közérdek a munkavégzést igazol. A lényeg, hogy látják, hogy munkanélkülünk nem vészel, csak átalakul. És az a baj, hogy körülbelül ugyanannyi a munkaerőpiaci kapcsolata, kevesebb a munkaerőpiaci kapcsolata ennek a résznek, mert nem volt ideje arra, hogy tanuljon meg, képezze magát meg állásinterjúra áron. Ennek a résznek nincs erre ideje. Ugyanez, amit említettem, hogy van Magyarországon egy komplett megye, ahol a személyi jövedelemből számított átlagbér kisebb, mint az országos átlag, komplettel az egész megyére. Ez is egyfajta unikum. De látják, itt is kijön az, hogy igazából 5 megye az Magyarországon, aki prosperál ilyen szituációban, és nagyjából ezeknek a kárára, bizonyos szempontból a többiek adják hozzá ehhez a teljesítményhez, mert tőlük megy oda a munkaerő. A probléma az, hogy őket már nem kompenzálja senki. Mert oda ment ugye a transzfer, meg a mesterséges munkahely, de látjuk, hogy az nem hozta őket ki ebből, és ez Magyarország kétharmada. Azt is látjuk, hogy 2009-hez képest, ha megnézzük, hogy ki tudott fölzárkózni. Ugye ez az alsó diagram, hogy 2009-ben ki hol volt a listán, ez pedig a különleges lény, hogy mennyit tudott nőni 2009-től, mennyit tudott elmozdulni az elmúlt a 6 évben. Látszik, hogy kik fejlődtek a 6 évben nagyot, akik fönt vannak, azok, akik az alsó egyenlésen is sokra vannak, tehát akik eleve jobb volt a helyzetük, azok tudtak fejlődni, ugye? Mondják is, hogy pénz azt tud keresni, akinek van pénze beruhál ebbe a befektetésre. A pénz szereti a társaságot. Tehát valahogy így is ez van, hogy látják, Komárom, Győr, Fehér, Vas, ezek fejlődtek a legtöbbet a Veszprém megye, de 2009-ben is ők voltak a legnagyobb GDP-ben egyfelük jobban. És akik 2009-ben, 5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt ott voltak alul, azok kevesebbet fejlődtek az elmúlt időszakban fölfele is. Látják? Tehát nagyjából látjuk, hogy ez egy konzerválott állapot. Igazából valaki mondta is itt, hogy ő mondta, hogy széttartanak ezek a dolgok. Az olló nyílik. Nyílik, nőnek a különbségek, és ezek a különbségek jövedelmi távolságok, de a jövedelmi távolságok az életben átalakulnak földrajzi távolságokkal. Mondok egy példát, Dunavárosban a jövedelmi távolság átalakul földrajzi távolságra is, hiszen jártam ott egy ilyen lakóparkban, valami Dunafereseknek a lakóparkja, vagy nem tudom én, tényleg ilyen 3,5 méteres kerítésű kamerák mentik a tetején, és akkor megálltam a ház előtt, és mondják, nem kell bezárni, uram, az autót. Itt nem kell bezárni. És tényleg körbenéztem, láttam unatkozó kutyákat, tényleg ilyen szegények, 3,5 méteres kerítésben csak néztek kifele azon a kis résen, lehetett kamerákkal megfény a terület, 10 órakor volt ez kocogó hölgyek az utcákon, tehát látszott, hogy ez egy szegregátum. Csak nem abból a fajtából, mint a Chicago kertváros, hanem a másik szegregátum, ahol elkülönültek a magasabb jövedelmű emberek,
Tehát a jövedelmi különbség, amit említett, az átkonvertálódik földrajzi különbségé, és a gettósulás az két irányú gettósulás van, van a kertvárosi gettósulás, a magas kerítésekkel, és a szegregátum, ahol azonos helyzetű emberek kénytelen, kelletlen összeverődnek, mert a sorsuk összehúzódik. Lehet látni, hogy a törvényi minimumot keresők, tehát a lét, a bér, a legkisebb bér, hogy hívjuk ezt a minimál bér, azért úgy, hogy az a minimál bér, Magyarországon ez se igaz, mert a minimális bér kéne, az azt jelenti, hogy a szó, a minimális, az a legkisebb. Magyarországon nem a minimál bér a legkisebb, hanem a közmunkás bér a legkisebb. Tehát egy olyan speciális helyet van, hogy a minimálisnál is van kisebb. Az a kisebb, amit a közmunkás kap a munkájáért. De a minimálbért és a garantált minimumkeresők kapók aránya a keresőkön belül ugye minél kisebb, annál jobb. Mert minél kevesebbet keresnek a dolgozókon arányában, minél kevesebben van a minimálbért, azt jelenti, hogy a többség nem minimálbért keres, hanem többet. Lehet látni, hogy Komárra Meszterünk, Budapest, Fejér, megint ez a négy megye. Öt megye. Pest, Győr, Fejér, Budapest, Komárom, Vas megye. Itt lehet látni, hogy a többsége, a 80%-a ugye magasabbat keres, mint a minimálbér, és lehet látni, hogy a Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl az a magas. Van kivétel, például, de ez meg azért van, mert a statisztikát megdobják olyan nagyjára, akik már direkt azért települnek a bevándorlási célpontokba, mert azt tudják, hogy az igazi nagygyárak azok nem csak azt nézik, hogy hol jó a közlekedés. Pontosan nézik, hogy hova mennek emberek, hol laknak emberek, és ott telepítenek, ahol tudják, hogy jó a bértárgyalási helyzetük. És igazából Zalában is nagyon-nagyon foglalkozatok tudnak olyan pozícióba lenni, hogy minimál bért fizetnek csak az embereknek. Azt látom, hogy a bér az egy jelentős probléma, hiszen ahol van minimál bér, nem mindenhol van, de ahol van, az EU tagállamokban volt egy tavaly évigi európai statisztikai hivatalnak egy fölmérése. Magyarországnál alig van olyan állam az Unióban, ahol van minimálbér, és ez kisebb, mint amilyen. És itt van a magyarázat arra, hogy miért van ez a munkamigráció. Tehát nem kell az magas szintű matematika, hogy ezt lássák, hogy 363 euró, meg 1500 euró, meg 1500 euró. Ez négyszeres, ötszörös bérkülönbség. És aki járt arra, az látja, hogy az árakban nincsen négyszeres, ötszörös ára. Egy osztriai villában, ahol nagy esélye a magyar eladó dolgozik, vagy legalábbis a raktárban biztos, egy liter tej egy az egybe át lehet váltani nagyjából. Alapcuccokat euró és forint ugyanannyira kerülnek, csak ott az emberek nem annyit keresik, mint nálunk. Itt is lehet látni szintén egy aging report, tehát olyan vesés a kelet-közép-európai országokra, hogy az aktív korú lakosság, aki képes ezt majd munkaerőt végezni és a nagy ellátórendszereket finanszírozni, azzal, hogy a testvények egy részét elvesztük tőle adóformájában, azért, hogy ellássuk az országnak a dolgait. Lehet látni, hogy ez a teherbíró lakosság a következő részekben megállíthatatlanul fogy. 3-4 motor hajtotta folyamatok által, demográfiai, munkaerőpiaci és belföldi viszonyok miatt. És ebben Magyarország is lehet látni, hogy eléri a 25%-os fogyást az aktív munkaerő lakosság. Ami, ugye tudják, hogy egy ország nem úgy hal ki, hogy egy utolsó ős magyar egy zászlóval áll valami Magyarország mértani közepén, és akkor a végén eldől, és akkor ott egy nagy ilyen sóhaj, hogy ez itt voltunk. Nem egy ilyen mesebeli képpel hal ki egy ország, hanem úgy, hogy az első olyan év, amikor nem lehet beszedni az aktív teherbíró emberektől azt a fajta erőforrást, amivel az egész kócsalást lehet működtetni. Az ott omlik össze a dolog. És ugye a demográfia kihalási küszöbnek nevezi azt, amikor 100 nő 130 gyereket tud megszülni karrierje során 16 és 59 éves kora között. Magyarországon 12 éve vagyunk ezen a kihalási küszöbön. Az 1,3 vagy 130-at szülnek a nők. Tehát nem tud elmozdulni.
Most elmozdult, mert ugye annyi évig halogatták a anyák a szüléseket, hogy nem marad benne az a gyerek a teljes mértékben, megszülik azokat, csak folyamatosan nő az első gyerek születésének átlagos anyai életkora. 35 évnél van már most. Hát most idősebb kollega nők most. El tudták volna képzelni ez gyerekkorban, hogy az átlagos első gyerekszülés 35 éves korban lesz. Ugye a Magyarország legtermékenyebb korcsoportja a 40 év fölötti nők, ott nő a legintenzívebben a szülések száma. Azt mondták volna rá, hogy az, aki 35 éves korában szül először, az vérlány, vagy valami baj van. Azt mondták, hogy azért, mert már a 5. házasodnak, 6. Nem, az első tartós kapcsolatával akkor érkezik oda meg, hogy bele mer vágni egy ilyen gyermeknek a létrehozására. Hogy ez nem valami libidó hiány, meg nem a magyar úriembereknek a terméketlenségéből szakad, azt is szeretném eloszlatni, mert tavaly volt Londonban egy felmérés, hogy a londoni magyar diaszporában ez az arány 217. Ott 100 nő 211 gyereket szül. Tehát nem arról van, hogy biológiai probléma a magyar nőkkel meg a férfiakkal, hanem józan döntésük miatt itt nem tudják, nem látják azt a perspektívát, nincsenek meg annak az alapjai, hogy józanul úgy döntsenek, hogy 1-2-3 gyereket bevállalnak, pedig régebben ugye így volt, hogy emlékeznek fel, hogy egyet apáért, egyet anyáért, egyet a hazáért, ugye. Ez volt a dogma, hogy itt kell 3 gyereke is. Ez logikus is, mert a 3. gyerek az, ami a reprodukció. Azért kell 2,1-nek lennie ennek az arányszámnak, azért kéne 100 nőnek 210 gyereke szülnie, hogy azzal a 10-zel hozzájárulnak az, akiknek nem lehet gyerek. Vagy objektív okok miatt nem vállalnak ilyet. Tehát a termékenység borzasztó alacsony. Ennek az egyik hatása a társadalomnak az öregedése. Ez nagyon drasztikus. És most már itt vagyunk az önállási járásban, az önök járásában. Nézzék meg, hány évről beszélünk. Ez nem egy földtörténeti kor, nem a triászi rakétában vagyunk, ahol lassan változnak a dolgok. 2000-től 14 év alatt, 13, de mindjárt mondom, hogy mi volt a 14 oda. 120-ról 214-re ment föl az időső, az öregségi index, ami azt jelenti, hogy 114 év alatti gyermekre, abban a járásban, hány 65 év feletti honfitárs jut. Tehát most ott tartunk, hogy a járási szinten 114 év alatti kisgyerekre 214-65 év feletti ember jut. Ugye ez azt jelenti, hogy az eltartottsági ráta, tehát hogy nő az a két korosztály, aki önhibáján kívül a középső korosztályra szorul. Az egyik azért, mert még nem tud önmagáért felelősséget vállalni, a másik azért, meg már nem kell neki, meg elvileg ő le is rótta azt a dolgot, amikor ő aktív volt, meg is dolgozott azért, hogy őről most már gondoskodjanak. Hát most már 65 évig eskorig kell dolgozni. Hát még a rendszerváltásnál, amiket 55 év volt. Ez tényleg. És azért megint nem földtörténeti korról beszélni, csak néhány évtizedről, és ma meg egy férfinek, kevés férfi van által esélyiségi fórumon, azért most magának mondom, ahol 68 éves kor, a születéskor váltó átlag és élettartam egy férfinek, akkor milyen lelkelben dolgozom le, hogy járok úgy dolgozni, hogy igazából nekem 3 éve lesz a barulkívban. És igazából azt is tudjuk, hogy Magyarországon a 60 év feletti egészségben megélt életéveknek a aránya Európában a legkisebb. Tehát nagyjából egy 60 éves férfi arra számolhat, hogy a 60 pluszos korszakában orvoslátogatással tölti ezt az időszakot, mert még Skandinávországban 13 év ez, amikor még úgy olyan életében számíthat, hogy nem lesznek orvosi problémái. Nem az, hogy még elviselhető, nem semmilyen. Magyarországon ez meg 3 év. Vagyis egy 60 éves férfi abban kalkulálhat, hogy az utolsó 2 éve nyugdíj előtt már romos, beteges állapotban kell letöltenie, és nagyjából nulla esztendő az, amit egészségben nyugdíjas kora utára tervezhet. Tehát ez megértjük, hogy ez azért van, ezért van.
Ezért kell kitolni ezt, mert addig nyújtókszatunk, még a takaró ér, és jelenleg a takarót le kell húzni rólunk, mert nem ér odáig. Ez Baracson is borzasztóan döntött, 133. Itt, de itt is csak a legutóbbi, még a 13-hoz képest is, amikor a 12-es okra dolgoztunk a helyben, ahhoz képest is nőtt ez az ősügyi mutató. Tehát borzasztóan nő ez a hitettség, hogy idősödik a társadalom. És ez nagyon-nagyon gyors léptékű folyamat. Így látjuk, hogy egy járási szinten is ebben sincsen közterülés, és nem, hogy a országban nincs ugye egyébként elhozható probléma. Itt is ez egy fejnehéz, tehát Dunaváros, pont Baracs és Nagykarácsony, Nagybenyik, azok, ahol megben olyan rész, hogy 206 ez a ráta, ahol igazából a csúcsosodik ez a probléma. Felmértük azt, a szakma elvégezte Magyarországnak a komplex minősítését. Tehát mi csináltunk egy fényképet, olyan, mint az orvosnál, orvos beküldi a röntgenre a beteget, vagy a CT-re, hogy hát akkor nézzük meg, hogy is néz ki ez a dolog. Aztán a szakmaiak elemzi meg, megmondja a terápiát, de a diagnózis az pontosnak kell lennie. És mi csinálunk, nekünk ez a dolgunk, hogy diagnózist készítünk. Ez a komplex minősítés, ez a járásnak minden paraméterét feldolgozta. Kulturális, szociális, infrastruktúrális, munkaerőpiaci, közigazgatási, mindenféle. Ez nem egy hazugságvizsgálat, amit át lehet verni. 31 szempont, pontos adatokon, tehát ez biztosan visszaadja a településnek a perspektíváját. Itt lehet látni, hogy a három kategória keletkezett, ugye a simán csak rossz hátrányos hetű járások, ezek a világos kékek. A sávosak azok, amik azok a legrosszabb helyzetű járások, ahol Magyarország legrosszabb helyzetű 15%-a ér, és a legalja.hu, így szoktuk hívni ezt, tehát ez a kockás, ahol már olyan helyzet alakult ki, hogy csak kizárólag komplex programnak, kizárólag csak olyan beavatkozásnak van esélye, ami mindent fölölel. Minden pillanatot, mindent meg kell mozdítani. Lehet látni, hogy a sávos meg a kockás részek megint kirajzolják az Észak-Alföld, Észak-Kelet-Magyarország és Dél-Dunántúl. De ami óriási változás volt az elmúlt 10 évben, hogy elvesztette a szüzességét Közép-Dunántúl, már most elnézést kérek, a mi kis szűkebb régiónk, hiszen Dél-Fejér úgymond berogyott, az M7-estől délre szinte teljes mértékben, és ugye a Nyugat-Veszprém megyei rész, Kolontár, Tevecser és az annak a környékére a Pápa sümeg járások. Ennek nem oka a kolontári iszapkatasztrófa egyébként, nem azért van Tevecser helyzetben, egyébként is szakadt le, de amit itt érdemes nézni, hogy általában, ahol megjelenik ezek, ha kialakul a kockás réteket, ahol már tényleg nem lehet csinálni, azt mindig körbeöli egy ilyen kék gyűrű, mint egy ilyen fertőzés lenne ezen a részen. Itt nézik, itt a Tevecser és körbe az összes járás bekékül, és itt is látják Sárbogád, Enying, akkor még volt Polgárdi, ez is már a Észak-Tolna megyével együtt szakadt le. Tehát nagyjából, mintha betört volna ide ez a problémakör. Magyarul igazából szűkül az a része Magyarországnak, aki elmondhatja magáról, hogy én Svájc vagyok, nekem ilyen problémáim nincsenek, én Európa vagyok, tinek Észak-Balkán, meg Nyugat-Ukrajna, mindegy. Amikor még az egyetem álltam, akkor úgy mondták, hogy az Ázsia van, ugye a Dunától keletre Ázsia, Dunától nyugatra, meg Európa. Most ez már nem igaz, nem a Duna választóban látja, hanem igazából kelet-nyugat-átlóban az ország kétharmadára érkezik a problémakör. Itt megint kontrasztba állítva a legrosszabb helyzetű járások, és látják itt arról van szó, hogy már nem igaz, hogy Borsod megy a legrosszabb, igazából már a baranyai ormánsági rész a legrosszabb, és látjuk, hol vannak a jobb járások, egy-két megyeszékhely tud kiemelkedni, aki nem ott van. Ezt 2015-ben
megcsináltuk a 3 Delta-Szoni településre is, tehát nem csak a 198 járásra, hanem települési szinten is. Nagyjából ugyanazt rajzolta ki, hogy azok a települések koncentrálódnak, akik ezek a önhíkisek vagy 3H-s települések. Itt viszont még Tatabánya, Győr, Sopron és Budapest megye azok, akik elmondhatják magukról. Már Székesfehér megyében 6 település van, viszont Veszprém megyében 40 ilyen település van, és csak egyetlen egy Tatabánya járásban. És itt van az, amit mondtam, hogy ezzel párhuzamosan viszont megindul az a fajta sűrűsödés, ahol a legrosszabb státuszú magyar emberek koncentrálódnak. És emellett még rárakodik az, hogy a legrosszabb státuszú embereknek a többsége képen van a roma. Ugye ezért itt az országos átlag háromszorosát megfelelő településeket látjuk piros ponttal, ahol a romák aránya az országos átlagnak a háromszorosa. Ebben benne van egy Fehérmegyei település is, Sárkeresztúr, ahol a lakosság 81%-a. És látják, hogy ezért mondtam, hogy ez a végállomás igazából, amikor ez a fajta koncentráció megtörténik, mert innen elmozdítani, visszafordítani már nagyon nehéz dolog. Ez az a stádium, amiről azt szokták mondani, hogy a végső stádium. És látjuk, hogy a probléma ugye nem új keletű. Ez a mintázat már a 2007-es vizsgálaton is megvolt. Ez egy nagyon érdekes ábra. Azt mutatja meg, hogy a két fényképezés, a két röntgen felvétel között mi történt. 2007-ben volt megelőzően ilyen komplex vizsgálat. Akkor volt, akkor még a kistérségi rendszernek a teljes átvilágítása. Ez az ábra azt mutatja meg, hogy a 2007-es és a 2014 éves felmérés között 8 év telt el, mi történt a járásokkal. A piros részek, akik 30-tól 100 helyet süllyedtek a ranglistában, a sárga részek azok, amik nagyjából szinten maradtak, és a zöldek mozdultak előre, vagy törtek föl. Azt lehet látni először is, hogy akik helyben maradtak, azok mind magyar megyeszékhelyek. Tehát ahol megyeszékhely van, ott van 80-100 ezer ember, az pontosan elég munkaerő kínálat, hogy szinten maradjon. Miért? Mert erre a munkaerő kínálatra milyen tőke mozdul meg elsősorban? A külföldi tőke egyébként. Van ilyen dolga, hogy a külföldi tőkének külföldön a helye, de ugye igazából, ha belenézünk, kétféle tőkeforma tartja szinte Magyarországot, az uniós pénz beruházás szinten, a gazdasági szinten meg a külföldi tőke beruházások, akiket ilyen multik gyűjtőnevel szoktunk emlegetni. De igazából a multik tartják szinten a megyeszékhelyeket, mert azok tudnak nagyobb vállalkozásokat ott üzemeltetni, ami persze nagyobb munkaerőt fel tud szívni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki tud szinten maradni, vagy fölfele mozdulni, akkor azt látjuk, hogy csak a külföldi tőkeberuházásra épülő megyeszékhelye és annak környezetei, azok tudtak sárgák közülnek maradni. A másik meg pontosan a leghátrányosabb járások fejlődtek az elmúlt 8 évben. Vajon miért tudtak azok előre menni? Tippeljék meg. Hogy? Igen. Tehát 2007-ben pont azért történt ez a felmérés, hogy megszabjuk, hogy hova kell költeni a pénzt. Akkor úgy döntöttek, hogy a legrosszabb helyben ugye Borsod, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Dél-Somogy. És látják, tényleg a pénzzel öntözünk valamit, ott azért az kizöldül. Tehát látszik, hogy azért beavatkozni érdemes. Tehát sikerült erre a két területre célozni a 7-13-as EU-s forrásokat, és meg lett az eredménye. Alig van olyan járás, ahol a 7-13 között az EU-s pénz 8000 milliárdjából költöttünk, és nem lépett előre. A probléma az, hogy 2007-ben ezek úgynevezett konvergencia régiók voltak, nem kaptak pénzt, mert ők jó helyzetben voltak. Mi történik azokkal a részekkel, ahol se EU-s pénz és se külföldi tőke nem megy? Nem állnak meg a lábukon. Nem maradnak meg csak belföldi erőforrásból, hanem
90 helyet zuhantak, és itt drasztikus, amit látnak a Közép-Dunántúli régió, ugye ez a Közép-Dunántúli régió. Aki 2007-ben még szűz volt, és itt van például a polgári sárvagár, ami 60 helyet zuhant, 80 helyet zuhant, a Devecső járás. Jó, mert benne van, hogy levált az Ajka járásról, és ugye Ajka emiatt 60 helyet ment föl, mert ezt szétszették azt az Ajka járást, és lett egy önálló Devecső járás. Tehát van ebben ilyen mesterséges is, de ha a trendeket látjuk, akkor látjuk, hogy Közép-Dunántúl nem volt kedvezményezettje a 7-13-as EU költségvetésnek, és vesztese lett emiatt. És az a helyzet, hogy most olyan szituáció alakult ki, hogy az egész országra kéne költeni, de még mindig csak 8000 milliárd forint van, ami egyébként a második legjobb az Európai Unióban. Tehát Litvánia után Magyarország a legnagyobb haszonélvezője az európai uniós forrásoknál, hiszen Litvánia után Magyarország az, aki közel a GDP 4%-át tudja éves szinten beruházni EU-s pénzből. Tehát nagyon jól használjuk ki az EU-s pénzeket, már abban szemben, hogy begyűjtjük őket, és ahova kötöttünk, ott előre is mozdultunk. Itt látjuk azokat a szegregátumokat, amit említettem, hogy az azonos rossz státuszú emberek koncentrálva a településeket. Itt már látják, hogy itt viszont majdnem minden országrészben van szegregátum, hiszen majdnem minden településen kialakul ez a polarizáció. Éppen azért, amit mondott a kollega, vagy a ő is, a polarizáció miatt, az egyenlőtlenségek növekedése miatt, az megszűnik a polarizáció. Ezért a szegregátumban már minden település majdnem érintett. Ugye látjuk, hogy a Veszprém megye viszi a prímet ebből a problémakörből. Itt is ugye Devecső járásban 17 ilyen település van, aki 3-3-as, aztán a Sümegi járásban 7 ilyen járás van, és látjuk a Balatonparti járások ott is szűzek. Minél közel van valaki a Balatonhoz, annál jobb a helyzete. És ez a Fejér megyei rész, igazából itt 6 település van, kerül bele ebbe a kervezményedet kategóriába. Az enyhén járást, hogy a szabadkereselmi zónává imádották, tehát a kormány olyan szituációt volt létre, hogy ott adómentesen el sem vállalkozni, hogy valaki már vigyen oda valamilyen munkaerőt. Lehet látni, hogy ez mind Dél-Fejér, látják? Csárleges látják, hogy igaz, ennyi. Ez mind az enyhéngi Dél-Fejéri járásokból van. Oké? Okay. Ugye így nézett ki. Így néz ki. Lehet látni, hogy a megyeszékhelyek tudtak talpon maradni. Abból is érdekes folyamat zajlott az elmúlt 8 évben. Veszprém megelőzte az Székesfehérvárt. Veszprém annyira fejlődik, hogy az egyetlen város Győr mellett Magyarországon, aki képes budapesti kerületek szintjén mozogni. Ugye tudják nagyjából, hogy Győr felsőoktatásban régiócentrum lett, egyetemváros, közigazgatásban régiócentrum szerepet tölt be, közlekedésben Tatabányát a régiócentrum. Igazából az ipar az, amiben még Fehérvár mondhatja magát régiócentrumnak. De Veszprém megelőzte Balatonfüredi járást is az elmúlt 8 évben. És aki jár Balatonfüreden, az mondja, hogy hogy lehet, ki van csempézve az egész járás. Tehát Veszprém nagyon tör föl, és látják, hogy a többiek viszont mentek lefele, mert egyetlen egy járás volt a Kisbéri járás, aki 2007-ben kedvezményezett volt. Lehet látni, hogy ez ki is jött ebből a kategóriából, mert EU-s pénzeket használtak föl, viszont oda zuhant helyette 3 másik. És ez most már Devecse 18. a legrosszabb az országban. 18. legrosszabb a 193-ból. Most már azért csapatban van egy Közép-Dunántúli járás. Úgyhogy ez itt a probléma. Itt ez az, amit mondtam, hogy egyedül Litvánia az, aki megelőzi Magyarországot az EU haszonélvezetben. Tehát ebben a bőrök, hogy mi? A szlovénia vitte ránk. Több mint dupláját használják, duplájában tudunk, dupla akkorát tudunk lépni belőle. Itt vannak azok az eredmények, amiket azért hoztam, hogy lássuk, hogy a utánpótlás, tehát kevés gyerek születik Magyarországon, és abból is óriási a lemorzsolódás.
Tehát a magyar digitális szövegértésben elért eredmények, ugye itt vagyunk, tehát ilyen arab emlőségek, Brazília, meg Chile kategória. Miért fontos a digitális szövegértés? Ugye ez azt jelenti, hogy olvasok valamit és értem. A Veszprém Egyetemen dolgoztam olyan tavaly ősszel egy ilyen pályaorientációs projekten. Azért hívtak oda, mert a Veszprém Egyetem mérnök karain 70%-os a bukási ráta első évben. A 10-ből 7 gyerek megbukik. Azért, mert nem tudnak magyarul. Magyarul nem lehet, nem tudnak digitális anyagokat feldolgozni önállóan, mert nem értik, amit olvasnak. Ezt értik, tudnak olvasni, csak elolvasnak, és akkor nem tud válaszolni, mint olvasok. Körülbelül. Nem lehet kérni nekik egy szakirodalmat, hogy olvasd el, aztán írják a dolgozatot, vagy nem érti a jegyzetet, és elhasalnak belőle. Ráadásul azért tudjuk, hogy a mérnöki kar azért veszélyes Magyarországon, fizika, kémia, matematika, ezek a legrosszabb kompetenciák. Hát Magyarországon 2013 óta nem kezdte meg senki a tanulmányait kémia szakon. Most már a negyedik év, hogy nulla ember készül kémia tanárnak. Ennek is vannak objektív okai, ugye a kémia 7.-8. van, meg 1.-2. De 7.-8. is heti 1 óra. Tehát magyarul kémiából az is életben nem fog kijönni most már egy álláshely. De hát az, hogy ne legyen ilyen tanár, az luxus, mert majd összevonjuk majd más tantárgyal, de hát az sem megoldás, hogy a kémia kellett volna. De ugyanez lehet a fizikával is, meg matekkal is, mert az meg egy olyan komoly tudás már, hogy azért nem megy el valaki jó matekosként 100.000 forintért tanulni. Tehát értik, hogy azt mondják, hogy a tudás soha nem volt ennyire hozzáférhető a világon. Soha a világ emberiség történelméből ennyi tudás még nem ment át rajtunk. Már információba. A mai emberen megy át a valaha volt legtöbb információ egy nap. Internet, mobiltelefon, SMS, televízió, rádió, óriás plakát, itt tudom is oda. És ettől okosabb lett a mai ember? Ebből látszik, hogy a mennyiség nem garantálja a minőségi változást. Attól, hogy mi szét vagyunk bombázva információ, hogy gyerekeink egyfolytában valami kezébe, valamilyen fogyasztani információt, ettől ő még nem lesz okosan. És a probléma az a digitális szövegértéssel, hogy hiába jön meg a nőbe a feje lágya a 18 éves korában, hogy jó, tényleg ez tanulni kellett volna. Nincs meg az a kompetenciája, hogy autodidakta módon tanuljon. Mert nem tud információt betáplálni a hardware-ba. Mert mindaddig, ameddig ő neki a digitális szövegértés kompetenciát nem hozzuk fel arra a szintre, hogy önállóan legyen képes feldolgozni egy anyagot, e-learningben vagy bármiben, addig ő hiába van ebben a motiváció meg a szándék, nem fog tudni tanulni. És ez csapódik le a felsőoktatásban és különlegesen a mérnök karokon. Ezért kéne megtanulni nekik olvasni, sajnos. És itt van egy olyan ábra, hogy van egy rosszul tanuló osztály, alacsony tanulmányi eredménnyel, és ezen a ponton beállítunk egy jó tanárt. Egy magas, hozzáadott értékű tanár, tehát nem egy gépet, nem egy digitális táblát, meg nem egy laptopot adunk a gyerek kezébe, vagy egy táblagépet, hanem egy embert rakunk oda, aki magas szinten képes megvalósítani azt, hogy tudást közvetítsen a gyereknek. Lehet látni, hogy ettől a nagyon kőkorszaki eszköztől, egy embertől, milyen módon tud a teljesítmény nőni. És ez a probléma, ugye ezt mutattam ki ugye Veszprémben is, hogy olyan kontraszelekció van a tanári pályán, hogy nem történik meg ez a magas kodárat érték az iskolákban, mert nem a digitális tábla meg a táblagép hiányzik, hanem a jó humán erőforrás, azt meg az alacsony bérek miatt nem tudjuk ott tartani. Mert egy jó szakember nem fog ma elmenni tanárnak. Nincs az a társadalmi megbecsülése, nem érzi azt, hogy az a tudás ott meg lenne fizetve, nincs benne az a perspektíva. Tehát igazából három lépcsőben lépnek ki a tanári pályáról a tehetséges fiatalok. Tehát sajnos az a probléma, hogy, és azért mondtam az egészet,
Mert amit Baracson itt megállapítottak, hogy ugyanezeket állapították meg, megállapítottak ebben, hogy fogy a népesség. Országos probléma, 35 éve tartó probléma egyébként. Megállapították, hogy idősödik a falu. Hiába vannak 3500-an, ez egy jó dolog, de most már 133 az idősödi index, és 10 év alatt nőtt meg 105-ről, tehát teljesen egészséges állapotról egy idősödött közösség felé. Megállapították, hogy elvándorlás van, hogy minden évben többen költöznek el, mint amilyen bejönnek. Országos probléma. És tehát hiába vagyunk a Dunántúlon, itt is negatív a be- és kiköltözőknek az aránya. Évről évre negatív. Megállapították, hogy fogy a népesség. Tehát 30 gyerek születik egy évben, és ott a legutóbb néztem, hogy 35-36 ember hal meg. Nem sok ez, mondtam, hogy 5 darab, de a 32 kevés. Jó, mondhatjuk azt, hogy a 100 férőjes oldal még frankon tele van, de lehet, hogy úgy van tele, hogy járnak ide másik településről is oldások, nem tudjuk. De azt is tudjuk, hogy ebből a évi 30 gyerekből 87-90 gyerek erdélykás, tehát rendszeres gyerekedmény kedvezményes, tehát olyan családban él, ahol 22.800 alatt van a havi egy főtő nettó jövedelem. 22.800. Amikor tudjuk, hogy 80.000 per fő alatt nehéz kijönni, mert a boltban nem érdekli az, hogy neked milyen bevételed van, ott nincs hitel, ott nem lehet mondani, hogy később fogom befizetni, ott le kell csengedni, hogy haza akarsz a mini valamit. Tehát nagyon mély szegénységben él három évfolyamnyi gyerek. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon a legmagasabb esélye annak, hogy ők átöröklik a szülők alacsony társadalmi státuszát, tehát nem jutnak messze, mint a szüleik. Márpedig, ha a szüleik 8 iskolai végzettség alapdíjat és munkanélküliek, akkor ez azt jelenti, hogy ők ebből a státuszból fognak megérkezni, és úgy érkeznek meg, hogy például folyamatosan az átlag életkor, tehát ő nem 55 éves koráig tetszik majd ebben a pozícióban lenni, hanem 70 éves koráig. Ez azt jelenti, hogy 16 éves korától 54 éves koráig valakinek gondoskodni kell róla. Valakinek gondoskodni kell róla. A szüleik nem tudják ezt megtenni, mint az 54 évig, addig ők élnek, mondjuk addig. De azt is tudjuk Magyarországon, hogy 28,7 év a gyerek első otthonon való első elköltözésének átlag életkora. Magyarul az a kirepülési időszak. 28,7 év. Most erre megint itt mondtak volna a gyerekkorukban, hogy anyukám, hát eddig leszel itt volna, 28,7 év, ez az átlagos, hát azért szeretsz annyira engem, hogy az átlagos időben itthon maradjak. Ezt hívják, hogy mama hotelnak, vagy kaponyítási pániknak, de igazából semmilyen pánik nincsen mögött, hanem anyagi oka van, nem tud elmenni. Nem tud. És ezért tódik aztán ki a gyerekvállalás dolog. 2014 év volt az első év Magyarországon, amikor szintén megdöbbentő önöknek, idősebbeknek, amikor először mondták felül Magyarországon a házasságon kívül született gyerekek száma, a házasságonból született gyerekek száma. Elképzelhetett volna ez korábban. Most már 50,2% házasságban kívül születtek, és 49,8% pedig házasságban. Már megverték a házasság kívül gyerekeket, a házasságból született gyerekeket. Tehát igazából az a probléma, hogy ezek igazából a nemzeti sorskérések. Ezek azok a problémák, amik megelőzik azt, hogy most rajtunk átmentek emberek, vagy nem akartak átmenni rajtunk migránsok, vagy most mit csinálnak a bútik itt, vagy most akkor mi lesz a zsidókkal, vagy a Izraellel, vagy mit tudom, mik szokták átlépni az inger küszöböt. De igazából ami sorskérdés, ami eldönti, hogy mi lesz itt 2030-ban, vagy 40-ben, vagy az unokáinkkal, a gyerekeinkkel, az ezek. És ezek a folyamatok ráadásul nem tegnap óta vannak itt, hanem 35-40 éve, és nem tudjuk őket megoldani. És nem is beszélünk róla. Ki fogja megoldani? És azért mondom azt, hogy Baracs ilyen szempontból egy legó darab. Ők teljesen jól ismerték föl ezt 13, hogy ezeket kell megoldani. Azt is fölismerték, hogy a munkanélküliek között megelőzték a nők a férfiakat. Itt Baracson is. Sőt, kirívóan magas a nők többlete a tartós munkanélküliek között.
Magyarul a nők jobban benne ragadnak a munkahely elvesztése után a munkanélküliségben. Miért is van ez? Azért valószínű, mert ők két dologgal közdenek, egyrészt munkát kell találniuk, másrészt azt a munkát össze kell egyeztetni a családi szerepükkel, tehát az otthoni feladataikkal. Nyilván ezért fontos a bölcsőde, az óvoda, meg a gyerekeknek a közbeni felülete. Az is megállapították, hogy a gyerekeknek egy része nem eszik hétvégén, meg nem eszik nyári szünetben. Mert az egy dolog, hogy ingyen kapja a kaját, elég magas azoknak az aránya, akik ingyen kapják, de az nincsen szombaton meg vasárnap. Az nincsen téli szünetben. Az nincsen nyári szünetben. Pedig elvileg az őszükségetek nem szűnnek meg péntek délután. Csak az a probléma, hogy nem tudtak forrásokat rendelni a terápiához. Hiába vannak ebben pontos diagnózisok, szerintem tudják önök a terápiát is, hogy mivel lehetne ezt kezelni, de tudják, hogy semmi nincsen pénz nélkül. És a forráshiány nem csak a magyar családokra igaz, nem csak a nekünk nincsen pénzünk, hanem ez a pénztelenség megvan a döntéshozói szinteken is, vagy például egy ilyen önkormányzat szinten, aki tudna ezzel valamit csinálni, vagy egy civilen, aki mondjuk be tudna ebbe avatkozni. Ez a probléma az, hogy a terápiákhoz helyi szinten nincsenek erőforrások. És hogy ezen tud segíteni most majd megint az Európai Uniós források, amint tudják, két éves késésre van, mert elvileg 14-től 20-ig új évet kezdtünk, új 7 évet, új 8000 milliárdot. Csak hogy se 14-ben, se 15-ben nem kezdődtek igazából ezek a projektek, különösen nem azok a projektek, amik az általunk beszélt problémakörrel rendeznek, amik az EFOP nevű emberi erőforrás operatív programban lennének, ezek most indulnak el. Mi a probléma ezekkel az önök számára? Az, hogy mit láttuk, nincsenek benne az önikibe. Tehát nincsenek benne abba a körbe, akik előnyt élveznek a felzárkózási forrásokban, mert azt mondják, hogy itt jobb a helyzet, mint máshol. De önöket ez persze nem vigasztalja, hogy máshol rosszabb. Őnek is az a bajuk, hogy maguknak jobb, nekik is az a bajuk, hogy nekik rossz. De a kérdés megint az, hogyha nincs diszpozíció, láttuk, hogy ahol nincs, ott piros lesz, tehát lesz lesülye, akkor miből lesznek ezek megoldva? Ezért szeretnénk mi abban segíteni, hogy ahol lesz lehetőség, ami olyan pályázati ablak, hogy lehet pályázni, azt megküldjük. Ugye valaminek megtudtam küldeni ezeket a pályázati lehetőségeket, csak az a probléma itt megint, hogy ki írja meg. Mert egy tudomás nincsen probléma vele, most is szóltak, hogy ők pályáznak, azonnal megőztek egy ilyen céget, 500 000 forintért megírja nekik a pályázatot, de megérte, és abban szembesül, hogy jó, kéne az a 150 millió forint, de nincs most arra pénz, hogy megrendeljen ezt valakitől, és egy ekkora hivatal, nem tudom, dolgozik-e valaki hivatalban, van önálló pályázatíró ember? Tehát nincs, aki csak ezzel foglalkoznak, így van. Az a baj, hogy egy ajka méretű váráson van ilyen, vagy egy nagyobban alakul. Már pedig, hogyha nincs olyan ember, aki csak ezzel tudna foglalkozni, akkor ugye megint arról van szó, hogy valaki csinálja meg a hivatalba hétvégén, meg válberegetésén. Az a baj, hogy nagyon nehéz a pontos diagnózistól eljutni a terápiáig. De úgy látom, hogy nincs más lehet, hogy csak a pályázat. Ezt akartam ide mondani, hogy én úgy láttam a HEP-ben, hogy nagyon pontosan készült el, nagyon jó diagnózisok voltak benne, nagyon jól látták meg, hogy hova kéne lépni, csak azt nem látom, hogy 13-tól, 13-14-15 éve el tudtak volna mozdulni A-ból B-be. És tudom, hogy mi a válasz, az erőforrások hiánya. De ezen szeretnék én valahogy, ha tudok segíteni, meg azokkal, hogy megpróbálok esetleg közösen gondolkodni valamit. Nehézzék magukat egyedül. Az jó. Van esetleg a kedvel kapcsolatban bármilyen kérdés? Vagy mi a véleményünk ezekről a dolgokról? Én annyit kérdeznék, hogy a digitális szövegértés, mert ugye a szövegértést azt tudjuk, hogy probléma, de a digitális szövegértés, hogy az mit jelent, hogy egy kicsit ezt akkor nézzük meg, hogy... Igen. Mert itt is szerintem alapvetően a szövegértéssel van probléma, most az, hogy monitorról nézi, vagy könyvből, vagy újságból, de lehet, hogy a digitálisnak valami külön jelentése van. Annyi, hogy ugye azt mondjuk, hogy az információ szabad, internet, mondják, hogy minek, hogy a magyar tudás
lexikális tudásra nem rejtett. Magyarországon azt tekintjük műveltnek, aki tudja az operákat, meg tudja olyan dolgokat, amik ma egyébként két kattintással vannak tőlem. Mert beírom Google-ba, meg rányom a keresős gombot. Tehát ezzel pazarolni éveket, hogy betáplalom magamba ezeket a lexikális információkat, ami semmilyen garanciát nem jelent arra, hogy én ezt tudom is használni. Attól, hogy benne van az információ, még nem jelenti azt, hogy meg tudom oldani a problémát. A digitális szövegezés azt jelenti, hogy a legtöbb információ, amit önállóan tud feldolgozni a gyerek, az digitális hangon. Most már nem olvasom gyereket könyvet. Az, akinek van gyereke, tudja a kötelező olvasmány és filmet, meg a hang, meg DVD-t megnézni. De mégis ezzel a digitális információval sem tud mit kezdeni. Hiába fér hozzá. Minden gyerek hozzáfér, mindenhez. De nem tud belőle tanulni. Arról az nem a monitor lényeg ebbe, hanem az, hogy digitálisan van az információ meg, abból olvassa el. De egyébként több ilyen, mert ugyanúgy nem érteni a papír alapit sem. Nem csak akkor azért, mert maga a szövegértés. Tehát én gondolom, hogy mire gondolnak, amikor festeni kellett a gyereknek, akkor megnéztük a YouTube-on, megnéztük a glettelést, megnéztük a laminát, parkett, talerakát, minden fönt van. Tehát akinek egy pici kelsze van, az gyakorlatilag a járólapot is meg tudja nézni, hogy kell lerakni a csempét. Tehát akkor inkább az, hogy a digitális tartalmaknak a megértése, ami nem csak szövegértés, hanem a filmnézés és azoknak a hasznosítása, a képeknek a hasznosítása, arra képtelen akkor inkább. Igen, mert ez szövegkarakterről szól. Akkor viszont az egyszerűen szövegértési problémák. Szövegértési problémák. Tehát az, amit a 18-esek is mondják, hogy ahova járok, bár mindenhol visszafele mutogatnak. Az egyetem azt mondja, hogy ő nem tud mit kezdeni. Ő neki nem dolga, hogy írni, olvasni a gyerekeket. Ő kirúgja onnan. Neki nem dolga, hogy felzárkóztatja. A középiskola azt mondja, hogy egyes szarabb anyagokat kap az általánoskolában. Ő nem tud mit kezdeni, mert ő nem tanítónőn neked alkalmaz. Ő itt ide, azt mondják, nagyon hamar eljutnak oda, nem kötelező ide járni. És most már igaza is van, mert 16 éves korban nem tudja megkötelezni. Az általánoskola meg azt mondja, hogy mire 7 éves korában odajön, már az iskola érettségnél olyan problémák jönnek, amit ő nem tud kezelni, sőt, az első 4 évben még el is fedi a problémákat ez a szöveges értékelés, meg hogy egy ilyen kis elődögének ott a melegbe, és utána 5 évek kiderül, hogy nem tud így olvasni. Tehát mindenki visszafele mutogat. Az óvoda meg azt mondja, hogy már 3 éves korában olyan, hogy az már teljesen rossz. És a bölcsőde meg az összes többi egyébként meg azt mondja, csak minden család bontja a gyereket. És értik, most már a gyerek 3 éves korától el van véve a családtól. A gyerek 3 éves korától az ébrelétének a két halálát nem otthon tölti. Értem, persze, tudom. A szülő az annyira tehetséges tanár, hogy a hülyeséget megtanítja neki hétvégénben. Ezek szerint jobb tanár, mint amilyen én vagyok, mert én megkapom a ébrelétének a két halálára, de én nem tudom elérni azt, amit ő esténként meg hétvégén el tud leírni. Tehát akkor ő jobb szakember, mint én, mert a hülyeséget jobban meg tudja tanítani neki, mint én a matekot. Tehát értem én, hogy és persze minden ilyen a család a hibás, főleg a pedagógusokkal beszélgetek, akkor mindig csinálnak ilyen nagy táblát, és a végén a család, a gyerek, a hülye. És azt mondja, mindenki jól érzi magát a végén, hogy jó elvettük a port megint rajtuk. De ugye a szülőséghez nem kell bizonyítvány diplomas, hanem igen, ez a baj. Mert egy kocsihoz is kell jogosítvány vezessen, gyerekhez meg nem kell. De azért nem kell jogosítvány, mert nem dolga elvileg. Egy dolga van, amit nem lehet bizonyítványosan javasolni, hogy szeresse a gyereket. Ugye ezt nem tudom én megadni neki, ezt kéne ottan neki csinálnia. A többi elvileg, hát meg fizessen adót, meg tartsa a törvényeket, és járass a gyereket iskolába. Ez a dolga a szülőnek. Ugye, mert akkor bírságolja meg, ha nem járhatja. Na de mi van akkor, hogy ő járhatta a vodába? Meg járhatta, még bölcsibe is, meg iskolába is, a gyerek mégis analfabéta lett. Persze, akkor is az ő balhéja. De végén nem az ő balhéja lesz, mert a bizonyítvány, az egyes, az a gyerek bizonyítványába kerül bele. Tehát minden rendszerhiba egy irányba transformálódik, a gyerek személyes felelősségében csapódik le. Oda kerül bele az egyes, vagy a kettes, vagy oda kerül bele majd a kirúgási papírjára, vagy a Veszprémi Egyetem első évében az egyesbe belekerül. A balhét a gyerek viszi el rendben. Mondjuk, hogy ő is a balhés, vagy az anyja. De akkor az a kérdésem, mit csinált a védőnő, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, a családsegítő, meg többiek.
ők ilyen kísérőjelenségként vannak fönntartva, azért ilyen, tehát ők ilyen problémakonzerválási anyagként vannak azért, mert nem. Elvileg ők vannak arra kiképezve, pontosan megtanulták, hogy hogyan történik az átörökítési folyamat, tehát nekik nem kell meglepetéssel, hogy hát ez átöröklődik a szegénység. Hát pont azt mondta meg szociológiában, ahol szigulatozott, meg felelős lélektanból. Ő pont azért van elvileg kiképezve, kizetve, hogy megtörje ezeket a folyamatokat, csak mindenki tehetetlenek érzi magát. Abban érzek jóságot, hogy egy szociális munkás, meg egy tanár, meg egy bölcső, meg odaadós, a többségnek a szolidaritását kéne, hogy kézbesíts egy postás. Postása a többségi tudásnak, postása a méltányosságnak, az együttérzésnek, a szolidaritásnak. Kérdezem én, hogy a postás mikor tudja kérdésíteni a levelet? Akkor, ha elküldik azt a levelet, hogy van mit átadni. Hogyha a tanár, meg a szociális munkások, a bölcsődei dolgozó nem érzi azt, hogy ő megkapta a szolidaritást, akkor nem tudja továbbadni. Azt tud szeretni egy másik embert, akiben magában benne van a szeretet. A nincsből nem tud adni. Ha ő benne nem kerül bele ez az együttérzés, mint a fizetése formájába, vagy a társadalmi megbecsülés formájába, akkor nem adja tovább. És azt alá is tudom, hogy ez így van. De hogy ezért is a gyerek a hibás, meg a szülő hibás, azt úgy vitatom egy kicsit. Érdik meggondolok, hogy tudom, hogy nem a talán a hibás, egyetértek, de azt gondolom, hogy nem is a szülő. A szülő is küzd a saját nyomorával, ő is megy a munka után. Mire különbözik a mai szülő a 40 évvel ezelőtti szülőtől? Rosszabb? Sokkal rosszabb. Igen, de hát akkor alkalmazkodni kellene ehhez, mert a feladat ugyanaz, mint régebben, bármikor mindig az aktuális tudást átadni, tudás, ellenőrzés, átadás, motiválatlan azt mondják, motiválatlanak a gyerekek. Hát bárki, aki végzett talán a diplomát, azt tudja, hogy csak akkor kapott diplomát, hogyha a tanórán, a vizsgáljon benne volt a tantári koordináció, motiváció, érdeklődés fölkeltése, ellenőrzés, átadás, ezek. Tehát ő annak a szakembere, hogy felkeltse az érdeklődését. Elvileg, hogy? Tudom, hogy nincsen, meg hát én dolgoztam tudáként, de... Az első osztályban, tehát karácsonyra a gyerekeknek írni és olvasni tudni kell. Szerintem itt van elásma a szüleményért. Tehát nem érti, hogy olvas. Miért kell fél év alatt egy gyereknek ilyen... Hova sietünk, igen. Igen. Oda sietünk, hogy 14 éves korára... Bocsánat, ezt tanáltunk is, mert nálunk a családban volt ilyen gyerek, aki évvégére, de még a nagybetű átcsúszott, és volt olyan tanárnéni, Értem. Sok probléma ebben is, ugye föltartunk egy olyan szolgáltatást, aminek az lenne a dolga, hogy mindenkit egy szinten hozzon, ugye. Elvileg egy szinten kéne hozni a gyerekeket 7 éves koráig. A probléma az, hogy ezek a gyerekek nagy része egy szintről indul. Van itt védőnő? Hogy tudja, mi az valaki, mi az a UpGuard 10-es? Az egy, amikor a gyerekek megszületnek, van egy ilyen osztályos rendszer, 10 faktor, hogyha megvan a fogóreflex, fölsőt, lélegzik, oké, minden, megvannak a végtagjai, 10 pontot elszerezni. A MAP egészséges gyerek 10-es kap. A gyerekeknek az öme UpGuard 10-essel jön a világra, tehát a hardvere megvan ahhoz, hogy ember földlakó legyen. A hardware tökéletes. Az operációs rendszer meg a szoftver azért meg nem ő felel. Azt azért talán aláírják, hogy nem ő felel, tehát maga tehetetlen basztus. Még jogilag is azt mondjuk, hogy a 14-es koráig jogilag is úgy hívjuk, hogy cselekvőképtelen, tehát ügyei, viteléhez szükséges, belátási képességgel nem rendelkezik. Tehát nem vitathatjuk, hogy ő nem felelős azért. A szülőn persze elvehetjük a gondot, jelenleg az a probléma, hogy az összes probléma a szülőn van elvehet. Ő az, aki nem tud megélni, ő az, akinek el kell költözni, ő az, akinek ki kell vándorolni, de egyébként ő az, aki meg iszik, meg az, aki meg dohányzik, meg az, aki meg nem beszél vele. Ezt megértem, de megint csak azt mondom, az ébrenlétének a két vonalát 3 éves korától nem otthon töltik. Ne legyen már annyira tehetséges az a szülő, hogy abban a 6-tól 8-ig vagy meg péntektől vasárnapig. Az gondolják, hogy tényleg annyit foglalkozik vele? Vagy pont azért, mert nem foglalkozik vele? Tehát értem ezeket a dolgokat, abban írom alá, hogy a probléma gyökere az, hogy nem becsüljük meg azt a szakembert, akinek el kéne érnie
nem becsüljük a szakembert, akinek ki kéne váltani ezt a hatást. De még egyszer mondom, a szolgáltatást differenciálni kell tudni, aki azt nyújtja. Most mondok egy egyszerű példát, egy szakmunkásról beszélek, egy fodrász. Én nem járok, sajnos organikusok eljönnek ennek, de tudom, hogy a feleségem jár, és ő azt avval elégedett, hogyha bemegy, ő elmondja, meg szokott ilyen fényképeket vinni, lefényképezni az újságot is, hogy ő azt szeretne, és akkor elmondja, hogy ilyen legyen, de igazából nem tudja elmondani, mert nem érte ez a szakmához, de van egy vágy benne. Akkor elégedett, hogyha az a szakmunkás megérti, hogy mit szeretne, de ő azt már pontosan tudja, hogy hogyan hagyja végre, és megcsinálja, és a végén azt mondja, hát ez jobb lett, mint amit gondoltam volna. De mi az, amit elvár egy szakmunkástól is? A fogyasztó? Azt, hogy személyre szabottan rá differenciálja a szolgáltatását. Hogy amit ő tanult, arra használja föl, hogy abban a szituációban neki legyen jó. Vagy az úriember, ami azért hentes volna járó, ott is, hogyha szeretném, hogy ne otthon kelljen felvágni ezt a valamit, karajt, bármi, nehéz és vágja föl, hogy le akarám darálni, akkor ezt daráljuk le. Nem mondja azt, hogy ne rögtön, azt nem tanultam a suliba, nem vágom föl, vágja föl. Azt szeretem, hogyha kiszolgálnak, hogyha azt a szolgáltást, amit ő nyújt, azt úgy érzem, hogy képes rám szabni. Most egy tanár, aki bemegy és bejön az óra végén, és odavág a napot, hogy én olyan marha jó órát tartottam, de ezek a büdös gyerekek nem figyeltek. Milyen volt az a marha jó óra, ami senkit nem érdekel? Mitől volt az óra marha jó? Sikerült az órát differenciálni, személyre szabni? Nem. Ő magával elégedett, mert szerinte fölkészült. De a tények makas dolgok, nem érdekel senkit. Mi történik egy ilyen fodrásszal, aki elégedett? Megdöblik, ilyenek nem fog tudni megélni a piacon. Mi történik egy ilyen tanára? Semmi. Gyerek megbukik. Hülye volt a gyerek. A balhét az viszi el, akik az egyes kapja. Nem az viszi el, aki az egyest adja. Aki se lejtett el, nem. Mert minek hívják azt az egyest? A gyárba. Se lejtnek hívják. Rossz munkadaradnak. Meg lehet csinálni egyszer. Vagy kétszer. De tartósan nem lehet lejtett termelni. Egy betanított munkásnak se. Miért lehet egy diplomás ember? És mindent megértek pro és kontra is. Csak értsék meg, hogy ez is egy szolgáltatás. És ezt is személyre kéne szabni. És hogyha ez van, akkor megint csak azt mondom, hogy változtasd meg, amit rajtad múlik, és fogadd el, ami nem rajtad múlik. Az, hogy milyen gyereket irattak az átoskába, az a tanára múlik? Nem. Az ott a gép. Ő azon tud változtatni, hogy ő kalibrálja magát ahhoz a dologhoz. Persze, hogy változik a gyerekek. Hát nem ugyanazok a gyerekek, mint 1900-ban, 1800-ban. Nem az a tudásanyag. Lehet, hogy szar a tanterv, vagy rosszak az eszközök. De a lényeg az egésznek az, hogy differenciálni kell. És ez bármilyen szolgáltatás, hogy azt várjuk, hogy minden rám legyen szabva. Akkor várjuk el attól, ettől is azt, hogy szabva személyre. Mert az a baj, hogy itt is 30 gyerek megszületik egy évben, 30 gyerek. Nagy luxus abban, hogy abban 9 gyerek nem fog szakmát tanulni. És valószínűleg az a 9 marad itt egyébként. Mert aki diplomás lesz, azt nehéz ezt itt tartani. Ahhoz kéne egy lokálpatriotizmusban egy olyan fajta hazaszeretet, ami nem Magyarországról szól, hanem Baracsa. Ő itt szereti, mert itt vannak azok az emberek, itt volt, itt vannak az én, tudja, hogy ez az ő szülőföldje. Ez a gyerekbe bele kell nevelni, ki neveli bele? Ott az apja nem, anyja nem. De akkor is bele kell nevelni, mert csak akkor fog itt maradni, és nekem kell ő majd. Kell ő majd, hogy Baracs legyen. És az a baj, hogy ez a lényeg, hogy itt egy emberlétű dolog, egy osztály gyerekről van szó. Ezeket kéne elmenteni. Nem 5000 gyerek van itt, 30 születik egy évben. Ugye azért gondolom azt, hogy nem megyünk sehova azzal, hogyha a körülményeket okoljuk, hogy rosszabb az anyag. Akkor is ugyanazt kell belőle megsütni. Más recept kell, nem tudom. Vagy más sép. Van még akkor bármilyen kérdés esetleg? Nekem még egy lenne, csak annyi, hogy a vallást azt nem mérték a Tudományos Akadémiában, hogy van-e valami szerepe, vagy teljesen indiferencia a mai vallás itt Magyarországon. Hát köze nincs ahhoz, hogy elvándorol, megél, mert végtére is ott tartunk, hogy se a tanár, se a szülő, se a gyerek, senkinek a jó Istenhez kéne fordulni. Szóban nem kerül semmilyen szinten? E,
ebbe, ami a demográfiával összefüggő, nem került szóba. Tehát a papok ki vannak hagyva az egészből, nekik a társadalomra gyakorolt hatásuk nulla. Azt tudom, hogy Erdélybe kutattam, és ott az egyháznak óriási közösség megtartó ereje van. De ott a pap olyan munkát végez, szociális munkát végez. Jegyesutatásnál elvégzi a szexuális felgátást, párokat, házasságterápiát folytat, gyerekekkel foglalkozik, nyári tábor szervez neki. Tehát azt látom, hogy ott az egyház lokálpatriotizmusa, mert egyben a pap is lokálpatriotizmusa neveli az ember gyerekeket. Beleneveli az 500 lelkes faluba is, hogy te ebbe a faluba születtél. Hogy amit ott tesz az egyház, az igazából az a szociális munka, amit az egyetemen tanítanak az utcai munkásoknak, csak ő megcsinálja. Papként csinálja meg. Humánomból, meg emberi olyan skilleket, képességeket visz bele, ami a saját személyiségéből fakad. És az a baj, hogy ilyen lelkész egyre kevesebb van Magyarországon is, aki faluban ezt fölvállalja, hogy a gyerekkortól kezdve a házasság, a jegyes utatáson keresztül végig a gyereknevelésbe végig fogja a kezét és ott tartja. Erre is mondjuk, hogy persze itt is a gyerekek hibája, hogy nem jönnek oda. De ilyen szerepét láttam Erdélyben az egyháznak. És nem látom ezt a szerepet mondjuk a Magyarországon. Bocsánat, csak akkor visszajutnánk megint a család szerepén. Tehát a családnak az a szerepe, hogy olyan gyermeket neveljen, aki alkalmas a társadalmi életben. Ez a családom? Tényleg? Részben igen, részben a szülőknek, mert ha visszamegyünk 40-50 évvel, akkor ugye a szülők is mások voltak, de a szülő arra nevelte a gyerekét, hogy elsősorban te édesanyja, ti is édesapa leszel, és neked a család lesz az első. Most már az a baj, hogy generációkkal annyira arrébb mentünk, hogy abszolút nincs meg az a nevelés, hogy te szülő leszel, és neked gyereked. És lehet, hogy azért van a sok problémás gyerek, mert 35 év fölött születnek, és akkor már egyre nagyobb az esély arra, hogy akár részképességzavar lesz, vagy bármi más a gyereknek. És itt már, ami ugye reklámban is van, hogy 2 éves koráig fejlődik a gyereknek, de inkább az idegrendszere. És ha első 3 évben nem kapja meg ezt a rengeteg inget a környezetétől, amitől fejlődik az idegrendszere, akkor az óvoda sem tudja bekötni ezt a maradást. Egyetek önnál csak. Meg én azt mondom, a szülő azt tudja adni a gyerekének, amivel ő rendelkezik. Hát ezért mondom, hogy generációs probléma, mert már ő sem kapta meg a szüleiből azt, amit kellett volna. Nem tudunk olyat várni, hogy olyat adjon át a gyerekének, amivel ő nem rendelkezik. Ez ugye illúzió elvárni, hogy ő erőforrásokkal tömje, vagy kultúrával tömje, vagy bármivel. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy ő a nincsből nem tudja azt megadni. Ezért pontosan tudjuk a születése, magzati korban tudjuk, hogy a gyerek mit fog megkapni otthon. Miért tudjuk? Mert elvileg a pozitív terhes tesztől rajta van a gyerek a térképen. Elvileg ott van a védőnőm már a -6. hónaptól, és elvileg tudja, hogy mi fog történni, az a szakember. Elvileg ma Magyarországon nem történhet meg, hogy figyelmen kívül ne találkozunk azzal, hogy ő azt ott nem fogja megkapni. Akkor mi a megoldás? Tudjuk, hogy valaki másnak kell ezt megadni majd, és erre vannak az intézmények. 3 éves korától 16 éves koráig az ébrenlétének a 2/3 van erre lehetőség. Kevés? Lehet. Vegyük el a gyereket. Vegyük ki, emeljük ki a családból. De tudjuk, hogy ez még csak rosszabb. Nem szokott, hogy ámúgyban is dolgoztam, higgyék el, rosszabb kivenni. A probléma az, hogy átadni, amit lehet, azt mindig is az iskola adta, elnézést kérek. A tudást máshol is, korábban is, aki tanult, az a iskolában tanult meg a dolgokat. Nem attól voltak fokosabbak, hogy jobb szövegértésre, igen, otthon megtanultak olvasni. A bányászok gyerekei, hogy tudom ki. A tudás átadásnak a terepe az iskola. Az óvoda meg az iskola előkészítésnek a terepe, a bölcsöde meg egy olyan kompenzáló, fejlesztő intézmény, ami rendszerben is a szociális rendszer része, a gyermekvédelmi rendszer része a bölcsőde. Az más kérdés, hogy 100-ból Magyarországon 8 gyereknek tartunk fenn bölcsődei félhelyet. 100-ból 8 gyereknek van esélye, hogy kompenzáljuk azt, hogy ő várhatóan nem fogja az iskolai egységhez szükséges skilleket megszerezni 0-3 éves korában.
És azt tudjuk, hogy amiből kevés van, mondjuk ritka fém az arany, ezért drága. Ritka dolog az avoda, ezért azok félnek hozzá a társadalomban, akik nagyobbak az erőforrásai. Tehát a lényeg az, hogy akármit is ragozzuk, nézzük, a nevelés, az oktatás nevelési intézmény az az iskola, meg az avoda. A szülőnek mi a törvény szerinti kötelessége? Az, hogy ne veszélyeztesse a gyerek testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi fejlődését. Ne veszélyeztesse, ugye? Tehát ne verje meg, ne éheztesse. Mondjon egy olyan jogszabályt, hogy a szülőnek a dolga megtanítani a gyerekét valamire. Neki be kell tartani a törvényeket, adót kell fizetnie, és el kell járatnia az iskolát, mert a tankötelesség azt jelenti, hogy nem fakultatív, neki kötelessége, ez megbírságoljuk, ha nem viszik be. Ha betartja a törvényeket, és nem történik meg ez a dolog, akkor még mindig a szülő a bal, és ez a kérdésünk csak. Mert sikerült neki elrontani a hétvégén. Értik, nem mondok, a szülőt nyúzzuk, látták, hogy mi van munkabérbe, munkanélküliségbe. Neki ott van az, hogy valahogy össze kell kalapálni ezt az egészet. Meg még el is vágjuk el, hogy akkor még szüljönek még gyereket, még többet, ugye? Volt egy ilyen kis olyat most, hogy vegyünk gyerekeket, mondják nyugodtan, nincs velem, igaz? Ilyesére beszélnek. Pedagógusokat nem fogom soha meggyőzni, pedig... Nem pedagógusok, elkezdhetünk visszafelé menni, hát igen. Akkor menjünk oda, hogy emancipáció. Hát ott szúrtuk el az egészet. Hát most, bocsánat, úgy kiharcoltuk magunknak azt, hogy dolgozhatunk, igen. Vagy mostantól fog, tehát nem mostantól, akkor fogva, elcsúszott az egész társadalom, minden. Tehát most nem arról van szó, hogy a nők ne dolgozhassanak, csak... Erre azt tudom mondani, hogy a gyerekeknek a kompetencia szintje Európában ott a legmagasabb, a legmagasabb a nők munkaerőpiaci részvétele. Puff, neki. Európában ott a legmagasabb a reprodukció, ahol a legmagasabb a nők munkaerőpiaci részvétele. Európában ott a legmagasabb a reprodukció, ahol a férfiak legtöbbet segítenek be a háztartási feladatokba. Tehát magyarul gyerek, nem attól születik, hogy... Csak mondom, hogy a reprodukciót nem a gyes növeli, meg a gyed növeli, meg az, hogy otthon tartom a fészek lakásra nevelem az asszony, hanem attól, hogyha perspektívát nyújtok neki, hogy neki is lehessen élete, hogy neki is lehessen munkaerőpiaci biztonsága, hogy ő számítassa a férjére, hogy az nem az, amely bekapcsolja a tévét, aztán annyi, és akkor azt mondja, hogy aki, neki meg a kötelessége lehúzni a második műszakot. Hát nyilván, ki a franc akar még egy harmadik főnököt is, akinek a negyediknek akár legyen a rabszolgája otthon. Hát látják, hogy azok az államok tudják magukat szinten tartani, ahol a nők dolgozhatnak, saját jogaik lehetnek, bevételeket lehetnek, és onnan számítottak arra, hogy a férjük is valamit részt vesz az otthoni munkában. Tehát nem az emancipáció a baj szerintem, hanem az, hogy a nők alárendelt szerepet töltenek be a társadalomba. Magyarországon azonos munkáért a nők 30%-kal kevesebbet keresnek. Másfélszer annyit kell dolgozni nőnek az, hogy előlépjen, mint egy férfinak. Magyarországon a legdurvábban vannak a munkaerőpiacon a szegmentálódások, úgy tudom, nőgyógyász csak férfi lehet szinte. Röhelyes, nem? A nőgyógyász férfi lehet. Sebész csak férfi lehet, mert ott van a kerülfinc. De mondok, ilyen pedagógus megalsam, meg csak nő lehet. Esélyességi szakember csak nő lehet. Pedig aztán Magyarországon vannak esélyességi problémák. Tehát magyarul túrja ki a nőket az alacsony fizetésű szakokra, azt elnövésítik, és ott pedig alacsony is tartja a bért. Mert tudjuk, hogy nekik még ugye érdeklődésű képességük se lesz. Tehát ez a probléma, ezért nincs kedvük a magyaroknak szülni, ezért van kedvük Londonba szülni. Nem azért, mert ott nincs emancipáció, azért, mert ott megvan a biztonságuk. Ahhoz, hogy gyereket szüljenek. Hogy ennek milyen hatása van a gyereknevelésre, azt látjuk, hogy én szerintem, hogyha egy alacsonyan képzett nő otthon van a három éve gyerekével, az nem segíti a gyerekiskola érettségét. Az a gyerek jobban jár, hogyha az a nő inkább elmegy dolgozni valahol minimálbérre, és jár az óvodába bölcsödébe. Mert ott még van valami esélye felszínni. Magyarországon a probléma a szegregáció is. Hogy ahol egy
iskolában már két osztály van, ott szegregáció van, ahol egy városban három egy iskola van, ott szegregáció van. Tehát a magyarországi iskola szétszelektált értelmi szintjük alapján szétszelektált, mert azt mondja, hogy könnyebb foglalkozni a jó gyerekekkel, meg a rosszakkal. Emlékeznek rá A, B, C, D egy évfolyamon. A-ból járnak a jók, tagozatosok, B-sek a még jók, C-sek meg a D-sek. Én D-s voltam. Jó. Van élet a D-be is. De értik, ugyanez van, azt hiszik, hogy ettől jobb lesz. Közben ez is csak nehezíti a dolgokat. Jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy találkozunk máskor is. Sok sikert kívánok. Ha bármilyen tudok segíteni, akkor keresd nekünk.